1947 után egy fiatal nőnek többször is megjelent a Szűz Mária a Mátrában. Bár az egyház hivatalosan a mai napig nem ismerte el a jelenség hitelességét, a hatóságok már akkor sem nézték jó szemmel a kommunista átmenet idejére időzített látomást. Így Csánta Lászlónét több évig tartó pszichiátriai gyógykezelésre kényszerítették. Klára néni azonban a kínzások ellenére is mindvégig kitartott azon állítása mellett, hogy a Szűz Mária vezette el ahhoz a forráshoz, amelynek a legenda szerint bénák, némák és vakok köszönhették csodálatos gyógyulásukat. Csodavárás Fallós kúton, hit és egyházpolitika most következik itt a Múltkorban. Nagyon egyszerű, nagyon bájos asszony volt, meg lehetett látni az arcán, hogy Szűz Máriával kapcsolatban van. 1947. július 2-a a mai napig emlékezetes dátum a mátrai hasznos kisközségnek. Az ekkor kezdődő eseményeket évekig vizsgálta az állam és az egyház. Klára asszony férjével fáradtan érkezett haza aratás után. A férfi aludni tért, de a jámbor asszony még hozzákezdett szokásos esti imádságához. Klára néni alig hitt a szemének, amikor ima közben szobájában a szűzanya egy gyógyító forrás helyét mutatta meg neki, és feladatul rótta az asszonyra, keresse meg azt. A szűzanya gyert forrát volt, azt így szólott hozzám, hogy legyek neki segítségére, innen voltam, mondom, én egy szűzanyám, kicsi parszem, ahol mit tudják én segítségé, én szólnak volnom tőlem. Azt így szólott, hogy 40 napot gyújtolják, egy nap egyszer szabad enni, egy szemálmot, meg egy tízdek a kenyeret, minden nap annyit, azt így, ha megtartom, azt mondom, hogy kegyelembe fogok részesülni. Ha szabad így mondani ezeket, mindig úgy kezeljük, mint pluszt, aminek az elhívésére, aminek az elfogadására az egyház soha nem köteles senkit. Klára asszony elmesélte férjének látomását, aki nem hitt neki. 8 napba telt, amíg rábeszélte a férfit, hogy segítsen neki megkeresni a forrást. Nem volt egyszerű feladat a látomásbéli táj felkutatása. Végül rátaláltak az erdő közepén. Pontosan ott, ahol ma a térképen Fallós kút szerepel. Az erdő környékén lakó embereknek a szokásuk, hogy egy baltát visznek ugye a vállukon. És azt mondta a Klára néni férje, hogy te, ha nem, Klára, ha nem mondasz igazat, akkor nem jössz élve haza. Azt mondta, legyek jámbor, legyek jó, aztán szeressem a jó Istent. Mindig szeretette, mikor találkoztam vele, mindig olyan szeretettel szólt hozzám. Tudja azt, hogy maga ki van választva a szűzanyától, hogy ennek a helynek majd őrzője. Az asszony feladatai nem értek véget. Szűz Mária nem sokkal később újból megjelent neki, és kérte, hogy építsen egy kápolnát a forrás mellé. 1948-ban a hatóságok erőteljesen ellenezték a vallás terjeszkedését, így Klára néni semmilyen segítségre nem számíthatott a szűzanya újabb utasításának végrehajtásához. A plébánosa ellenezte, a főpásztora nem nyújtott segítséget, a hatóságok pedig szintén nem ellenezték, de szintén nem nyújtottak segítséget. Mutatja az akkori egrélyesek óvatosságát, hogy az se áll melléje. Mert tudta nagyon jól, hogy az egyházügyi hivatal és az AVH ezt megtorolja akkor az egyházi vezetésen is. Számításba kell vennünk, hogy egy ilyen jellegű népfelbojdulás, vagy egy új vallásossági hullám eleve nem volt jó szemmel nézett. Hogy az érsek úr, aki annak idején így döntött, minek alapján döntött így, bizonyal megvoltak a
maga okai erre? Több látomása volt a Klára néninek, és kérte a szűzanyá, hogy kápolnát építsenek a forrás fölé.